I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norba vagyok, és most be fogom mutatni ezt a kocsit, ami a Rapid Hustler névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Hát ugye ez az autó egy izomautó kategóriába tartozó hot road. Na, akkor első lökös. Hát van egy leveszély, majd akár oda esethet marad az alap. Hátulra szintén ugyanaz a verziók. Ugyanúgy marad az alap. Akkor a motor. Na, kifogó. Hát hátulról kerül előre. És az összes ott van csak. Sehol máshol. Na, hogy egy oldalt ez most. Ez is előről jön ki. Hát szerintem marad a gyári. Hátulról jobb. Na akkor hűtőrács. Hogy ez a fekete, ez jól néz ki. A motorháztető. Sejtettem, hogy valami hasonlók vannak rá. Legyen ez. Akkor lámpa. Neon. Hát a neon ez legyen piros. Ez Liveri is van rá. Hát nem az, csak hogy ne jobb a motorhezetőben lenne, ugye? Hát szerintem erre az autóra most nem fogunk Liveri tapni, tudom, Brickland szoktam ilyet csinálni, de erre most nem lesz. Azt a rohadt feketében milyen jól néz ki. Ez fekete lesz. A crew embléma. Na, tetejé. Aha. Lehet ilyen cuccos rárakni, hát ez nem kell rá. Akkor a küszöbb. Az első nem ilyen módosul. Már kiveszett az oldalát a cuccnak. Na, azért így. Na, hogy a másik az az volt, hogy leveszi ezt az oldal burkolatot róla. Akkor leültetjük. Váltó. Turbo. Na, felni. Hasztalat, ez milyen jól néz ki. Ne nézzünk valami hozzáillőt. Még ez se rossz hozzá. Ja, én szerintem azt fogom lerakni. Na és akkor a gumi füst legyen fekete. És akkor megyünk egy verseny, és akkor már nézzük, hogy mit tud ez az autó. Na, akkor itt is vannak a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Rapid Hustler. Ugye korábban mentem már itt a Moonbeam-nel, azzal egy 52-2-es kör tudtam menni. Tudom, hogy meglátjuk, hogy mit tudunk. Hát a kerek az egy picit elkapar, de a gyorsulás az nagyon ott van. Piszkos, hogy gyorsul ez az autó. Ez vésemességre nagyon ott van, de fúj, de kanyarban nem nagyon akar kanyarodni. Hát ez a kanyarban nagyon rossz az autó, de gyorsulásilag teljesen meglepetés. Megy, mint az állat. Izomautóhoz képest. Hát ezzel egy 46-os kör tudtam menni. Hát versenyre egyetemben nem ajánlom a kanyarodása miatt, hiába gyors van minden, de a kanyarodni nem kanyarodik egy autó, akkor ott már minden el van veszve. Ez versenyre egyetemben nem ajánlatos. Viszont egyet van a már ez a videó, ha tetszett, akkor lájkol, direkt fel vagy körzre Twitch-en. Facebook oldalon minden lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!